Szeretettel köszöntjük a Credo TV nézőit, azokat, akikkel már találkoztunk, de azokat is, akik most először nézik ezt a Keresztyén TV adót. Önök a Szívdobbanás nevű műsorunkat látják. Itt van egy következő alkalom, amikor a bibliai Izsák életútját vesszük szemügyre, amit önök figyelemmel fognak követni hamarosan, az egy szót juttat eszembe, ez a szó a só. Ez a szó a saját anyanyelvén, ott volt a megváltó Úr Jézus Krisztus ajkán is. Ti vagytok a föld sója, mondotta ő a sokasságnak és tanítványainak. Miközben a hegyen tanította őket. A só, mint ásványi anyag, a táplálkozásunkhoz tartozik. Testünk számára nélkülözhetetlen létszükséglet. Vérünknek csupán megközelítőleg 1%-át képezi só. Lehet nem árt, ha azt is tudjuk, hogy a szervezetünk élettani egyensúlya csak a só megfelelő tömegű jelenlétével biztosítható. Súlyos károk, életveszélyes betegségek léphetnek fel, ha a sók mennyisége akár csak kis mértékben is csökken a szervezetünkben. A só nélkülözhetetlen ízesítő anyag a táplálkozásban. A legértékesebb összetételű táplálékok nagy része élvezhetetlen masszává válna a só íze nélkül. Tartósító hatása miatt is sok területen használják. A romlást előidéző spórákat megsemmisíti a közvetlen környezetében. A só íze a hívő keresztény ember életét, életerejét jelképezi. Az Úr Jézus Krisztusnak a szívünkben lakozó szeretetét és a mi egész lényünket átható szentségét szimbolizálja. Ha szeretet lakozik a szívünkben, akkor az szétárad mások felé is. Legalábbis így kellene. Mással érintkezve nekünk is sózóvá kell válnunk. Kapcsolataink által ott kell hagyni magunkból egy részt, abban a környezetben, ahol élünk és vagyunk. Viselkedésünk jó íze kellemessé teheti a környezetünkben élő emberek életét. Ha a bűntől elkülönült az életünk, akkor a következetes szokásaink másokat is visszatarthatnak, hogy ne vétkezzenek Isten és emberek ellen. Amennyiben az életpéldánk pozitív, ezzel serkentő hatást gyakorolhatunk másokra, hogy hozzánk hasonlóan a hitben és jó cselekedetekben találják meg az örömüket. Ha mindez nem igaz ránk nézve, nem sók vagyunk, hanem már csak ízét vesztett sók. Ezekkel a gondolatokkal hadd következzen egy ének, amiben az énekíró a mélységből szólítja meg Istent. Azután egy következő igehirdetés Mózes első könyve 26. része alapján. Igét hirdet Kis Juhász Vilmos lelkipásztor. Az igehirdetés követően Horácius Peffor gyönyörű éneke következik arról, hogy Isten békéje a miénk kell legyen a háborúságok ellenére is. A mai műsorunkat Bot Ferenc által elmondott Ámen című vers zárja. Isten áldja meg az előttünk levő időt. Mélységből kiálltok, Uram, halld meg hangomat, jaj szavaimat, megtört szívvel várok rád, Uram, jól ismersz és békességet adsz, magasztallak én. Lépéseimet
megerősített, számba te adtál új éneket, tőled nyertem lángoló szívet, magasztallak én téged, Istenem, imádom és áldom nagy neved, magasztallak én téged, Istenem. Ég és föld elmúlnak egy napon, tűzben oszlik fel, minden felbomol, várok rád, ó, jöjj el Jézusom, nálad készen vár az égi von. Magasztallak én téged, Istenem, áldom nagy neved, magasztallak én téged, Istenem, dicsőítlek szüntelen. Mózes első könyvét keressük meg, a Teremtés könyvét, és a 26. résznek olvassuk a 6-tól 11-ig terjedő ige verseit. Mózes első könyvéből tehát, annak 26. részéből a 26-os fejezet 6-os versével olvasom Istennek igéit is, a 11-es ige verset is felolvasom. Így hangzik az ige. Lakozék azért Izsák Gérárban, és mikor annak a helynek lakosai az ő felesége felől kérdezősködének, azt mondja vala, én húgom ő, mert fél vala azt mondani, én feleségem, gondolván, nehogy megöljenek engem a helynek lakosai Rebekáért, mivel hogy szép ábrázatú ő. És lőn idő múltával, hogy Abimélek, a filiszteusok királya, kitekintvén az ablakon, látta Izsákot enyelegni Rebekával, az ő feleségével. Kiállta azért Abimélek Izsáknak is mondta, imé bizony feleséged ő, hogyan mondhatta tehát húgom ő? És mondanéki Izsák, mert azt gondolám, ne talán még meg kell halnom miatta. És mondta Abimélek, miért mívelted ezt mi velünk? Kevésbe múlt, hogy feleségeddel nem hált valaki a nép közül, és bűnt hoztál volna mireánk. Parancsola azért Abimélek mind az egész népnek ezt mondván, aki ezt az embert, vagy ennek feleségét illeti, bizonnyal meg kell halnia. Amen. Ne legyen az unalmas, hogy ismételten hallgatjuk az ígét. Az ismétlés életünknek az alapja, még ha nem is nagyon szeretjük azt. Hogyha a szív valami újat akarna, és azt mondja, hogy nem ismétlek még egyet verni, dobbantani, álljak meg egy kicsit. Próbáljuk valami szépet, valami mást, valami érdekesebbet. Hát elég nagy bajba lennénk. Hogyha úgy gondolnánk, hogy hát nem úgy kell menni, hogy tesszük egyik lábunkat a másik után, kitalálunk valami mást. Hát miért ismételjük mindig ugyanazt? Lehet, hogy könnyen kacagássá válnánk. És hadd ne unjuk azt meg, hogy ismételten hallgassuk az ígét. És ne csupán hallgassuk, hanem tegyünk a magunkévá. Mert az élethelyzetek sokszor ismétlődnek. Arról olvasunk most, hogy épp abban a Gérárban, Abimélekkel kapcsolatosan, ahol Ábrahám annak idején egy féligazságot mondott Sáráról, éppen Abiméleknek, hogy a húgom ő, és ő félig igazságot mondott, mert Sára és Ábrahám ugyanattól az apától, ugyanattól az atyától születtek, csak az édesanyjuk volt más, tehát magyarul mondva féltestvérek voltak. Pár évtizeddel
később, ugyanannál az Abiméleknél, ugyanott Gérárban, a filiszteusok földjén, Izsák és Rebeka mondja most már nem a féligazságot, hanem mondják a teljes hazugságot. És mennyire igaz a Biblia szava, ami atyáinktól örökölt, hiába való természet. Borzási testvér egy alkalommal azt mondta, hogy az édesanyák nem hibásak, mert a Biblia azt mondja, hogy az atyáiktól örökölik a gyermekek a hiába való természetet. Hát én nem zárnám annyira ezt ki. Tény és való, hogy Izsák már nem féligazságot, hanem teljes hazugságot mond azzal, hogy a húgom ő. És ismétlődik a történelem, és megismétli magát. Ugyanaz a helyzet pont az Abimélek királysága alatt, ugyanabban a városban, Gérárban, a filiszteusok földjén. És ne csodálkozzunk rajta, testvéreim, ha ismétlődik az a gyermekeink, unokáink életében, amit mi megengedtünk az ördögnek, hogy valamiféleképpen becsapjon és törbevessen bennünket. Egy életű történet van följegyezve, miszerint miután egy fiatal házaspár már nagyon nehezen viselte el az idős szülének, apának a jelenlétét, a feleség rávette a férjét, vidd már ki apádat, tedd oda ki valahová a házból a nyári konyhába. És ahogy megfogta a tatát, a fiú is vitte kifele, miután kivitték az udvarra, kapun, az ajtón, azt mondta az idős tata, fiam, eddig vigyél csak, mert én is csak eddig húztam apádat. Jobban mondva nagyapádat. Ismétlődik a dolog. És ma este legyen egy nagy tanulság számomra és számotokra, kedves testvéreim, hogy mindaz, amivel én helyet adok a sátánnak, az nagyon könnyen megismétlődik a gyermekeink életében. De mindaz, amivel helyet adok az Úrnak, mindaz, amire megtanítom, mindaz a hitet, amit meglát az életemben és az életünkben, ugyanúgy ismétlődik, mert a mi Istenünk hatalmas munkát cselekszik. És ne felejtsétek el, testvéreim, hogy tudnunk kell arról, hogy mi az, amit hagyományozunk a mi gyermekeinknek. A hagyományőrzés manapság nagyon divatos dolog. Félig vallássá, gyülekezeti életté, társadalmi életté növekedett, és a hagyományőrzés számunkra legyen az Úrral való járás, a szentség, a tisztaságban való járás. És megtapasztaljuk, hogy Isten munkálkodik a mi gyermekeinkben. Visszatérve az igéhez, Izsák az éhínség idején lemegy Rebekával, és hazudik ott a filiszteusok földjén. Miért? Mert fél. Így olvassuk. Fél vala azt mondani, hogy a feleségem ő, mert szép ábrázatú vala. Hát amikor elvette feleségül, akkor nem félt. Akkor nagyon tetszett neki, hogy szép ábrázatú. Megvigasztalódott az ő anyja halála után. Akkor nem volt félelem a szívében. Most? Akkor mi van? Most már azért kell félni, mert igen szép Rebeka. Ott van a gond, hogy a bűn lánc sorozatot indít el. És kedves testvéreim, a hazugság vonja magával a félelmet, a bizonytalanságot, azért, mert nem lehet az ördög munkáját megállítani az életünkben, ha helyet adunk. Mert hatalmasan munkálkodik. És Izsák nem az Úrtól fél, nem Isten félelem van benne, hanem ő az életét félti. Mégpedig mi miatt?
A Rebeka szépsége miatt, a felesége szépsége miatt. Hát Isten azt neki teremtette, hogy örüljön neki. Nem azért, hogy attól féljen, és valamiféleképpen bűnre, hazugságra vetemedjen emiatt. Figyeljétek meg, testvéreim, a láncreakciót. Amikor helyet adunk a gonosznak, megvan a módszere, hogy belopakodjon, és jöjjön, hova tovább terjeszkedjen az életünkben. Mert ő fél. Miért nem az Úrtól félt? Hát azt vállalta Isten, a 26. rész első verseiben így olvassuk, tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek. Ha Isten azt mondja, hogy veled leszek, ha itt tartózkodsz, akkor miért kell félni? Azért, mert ha habokra nézünk, akkor süllyedünk. És Izsák nem azt mondta, hogy Uram, köszönöm azt, hogy felvállalod a védelmemet, köszönöm azt, hogy most az éhínség idején fölvállalsz és eltartasz, hanem próbál besegíteni, hogy valamilyen módon mentse az életét. És jegyezzük meg, testvéreim, hogy mi nem kell besegítsünk az Úrnak. Az ő tervei tökéletesek. Megbánhatatlanok az ő utai. A neki való engedelmesség hitáltal ez tart meg bennünket, mert a hívő az ő hite által él, mondja a Szentírás, és nem azáltal, hogy milyen ügyesen tudott ő manőverezni. Az Úrral való együttjárásunk nem politikai. Húzd meg, erezd meg. Lobbizás. Ügyes. Gondolkodás. Lépni, dönteni való tudás eredménye. Az életünk a Krisztusnak való engedelmesség az Istennek való odaszentelés által nyer életet. Ami Urunk Krisztus azt mondja, ha a gabonamag el nem hal, egy maga marad. De ha elhal, ha teljesen leteszi az életét, akkor sok gyümölcsöt terem. És a hitetlenség volt itt jelen az Izsák életében. Nem tudta azt elhinni, elfogadni, és ráállni az Isten szavára, maradj itt, Gérárban, ne menj Egyiptomba, és én veled leszek, és megőrizlek téged, és megtartalak téged. És amikor nem a hitre építünk, hanem emberi érvekre építünk, akkor bejön a bűn az életünkben. Akkor bejön a hazugság, bejön a félelem, mert ha Isten, aki maga szeretet, nincs az életemben, s az életünkben, nincs ami elűzze, aki elűzze a félelmet. Mert a tökéletes szeretet űzi ki a félelmet, hogy ne gyötrelemben éljük az életünket. És olyan csodálatos számomra, hogy egy ilyen mély ponton lévő, nehéz élethelyzetben lévő Izsákhoz is szól Isten, és nem hagyja el. Még egy pontot szeretnék megemlíteni az Izsák életével kapcsolatosan. Azt mondja Izsák, hogy az én húgom ő, de hogy viselkedik vele? Mint a feleségével. Szó szerint a héber szóit azt mondja, hogy együtt nevetgéltek. És kedves testvéreim, mindig probléma az, amikor képmutató az életünk. Hogy egyet mondunk, és másképp élünk. És meglátszik. Figyeljétek meg, testvéreim, épp akkor tekintett ki Abimélek az ablakon. És ne gondoljatok, hogy túlságosan világos ablakok voltak akkor. Nem létezett sima üveg, vagy termopán, vagy stb., hanem olyan ablakok voltak, ahol többnyire az állatok hólyagjának a hártyáját feszítették ki. Hát már azon keresztül nem olyan világosan látszik azért minden, de Abimélek épp akkor nézett ki a tárt ablakon, nem tudjuk pontosan, észrevette. Látta, és
azt olvasok, hogy egyből kiáltott. Izsák! Izsák, te tudod, hogy mit cselekszel? És olyan megszégyenítő számomra és számodra, amikor az úgy mondjuk, hogy nem hívő, nem Isten gyermekekkel kiáltson, hogy vigyázz, Mária, János, és sorolhatnánk tovább, vigyázz, hogy mit cselekszel. És megtörtént már velem is. Lehet, hogy veletek is. És a hívő ember, amikor nem Istennek engedelmeskedik, ide jut, hogy a nem Isten félőnek mondott személy kell fölvilágosítsa. Miért? Mert Abiméleknek volt találkozása az Úrral. A 20. részben azt olvassuk, amikor elvitette pontosabban az Izsák édesanyját, Sárát, mert oda költözött Gérárba, éppen ezelőtt évtizedekkel, Ábrahám és Sárával, és ugyanazt mondta, hogy az én húgom ő, és elvitette, mert látta, hogy szép ábrázatú, azon az éjszakán. Azt olvassuk, megjelent néki Isten álomban, és így olvassuk, imé meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott az férnél van. Abimélek pedig nem illette valójút, és mondta, Uram, az ártatlan népet is megölödé. Vagy nem ő mondott el nekünk, hogy az én húgom ő. És ez is azt mondotta, hogy az én bátyám ő. Szívem ártatlanságában és kezeim tisztátlanságában cselekedtem ezt. És mondta az Isten néki álomban, én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mivel tedd ezt, azért tartózhatlak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt. Most azért add vissza annak az embernek a feleségét, mert proféta ő, és imádkozik te életed, és élsz. Hogyha pedig vissza nem adod, tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó. Felkelve azért Abimélek reggel és előhívatál minden szolgáját, és a fülök hallatára mindezeket elbeszéli, és az emberek igen megfélemlének, és hivatá Abimélek Ábrahámot is mondani, hogy mit cselekedtél mi velünk, és mit vétettem én te ellened, hogy én reám, és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál, amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem. Abiméleknek volt találkozása Istennel. És ő már felmérte azt, hogy milyen veszélyt jelent az Istennel újat húzni. Izsák, Ábrahámnak a fia, nem érzi ennek a súlyát. És testvéreim, nagy gond az, amikor az életünkben az Isten félelem kihal, és újat húzunk az Úrral. Mert én jobban tudom, mert én meg tudom oldani a dolgokat. Mert én tudom, hogy mit kell cselekedni, és mit kell mondani. És képmutatásban, ellenszegülésben, bűnben megyek, és viszek mást is. Úgy gondolom, hogy Isten nem munkálkodik, de igen, munkálkodik. Abimélek megtanulta a leckét. Azt olvassuk, hogy Isten keze már akkor Sáráért reál nehezedett olyannyira, hogy nem születtek gyermekek az ő családjában. És azt olvassuk, hogy csak miután Ábrahám imádkozott, utána születtek majd gyermekek. És Abimélek nem játszott az Úrral. Izsák azt gondolta, hát mit fog tudni tenni, értem Isten a filiszteusok földjén? Mindent. Mindent. És a hit az életemben és az életedben az, amikor leteszem az életem és az életünket oda az Úr kezébe, és nem mi erőlködünk, és nem mi próbálkozunk, hanem elfogadjuk az ő akaratát, és készek vagyunk szava szerint tenni. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy Abimélek sokkal inkább engedelmeskedett Istennek, mint Izsák. Sokkal jobban félte az Istent, mint Izsák.
és sokkal inkább kész volt ezt hirdetni a környezetének, mert így olvassuk, ki hirdette, hogy aki ezt az embert, vagy ennek a feleségét illeti, annak bizonnyal meg kell halnia. Olyan bizonyságtevése volt a népe előtt, ami nyilvánvaló volt, egyértelmű volt, hogy az Isten szavát csak elfogadni lehet, nem kommentálni, nem megfellebbezni, nem valamiféleképpen kijátszani, nem magyarázgatni, elfogadni és cselekedni. Hadd szóljak végül arról, hogy Abimélek érzékeny volt a bűnre, és azt mondja, hogy kevésen múlt, hogy bűnt ne cselekedjünk. Kevésen múlt. Ez az ember nem csupán őszinte, hanem felfogja a veszélyt, mit jelent a bűnnel játszani, az ördöggel cimborálni. És azt mondja, kevesen múlott, hogy az egész népünk romlásba ne menjen. Vajon érzékeny vagyok-e arra, hogy kevesen múlik, hogy az ördögnek teret adjak az életemben, és tönkre menjenek a dolgok. Adott pillanatban szó, cselekedet, az Úrra való nem figyelés, és már is veszélybe sodrom magam, és sodorjuk magunkat. Így olvassuk, ez az ember, Abimélek határozottan elhatárolódott attól, hogy valamiféleképpen valaki is Rebekával vagy Izsákkal kapcsolatosan vétkezhessék. És nekem nagyon tetszik ennek az embernek a hozzáállása, amikor radikálisan kizárom az életemből, és kizárod az életedből azt, hogy a bűn tanyát verjed. Amikor nem adok helyet a sátánnak, amikor ellenállok, amikor nem játszadozom, hogy meddig lehet elmenni a szakadék szélén, hogy még ne essek le, hanem távozom a bűntől messze, messze, hogy ne öljön meg, és ne érjen el a mérge. Magyarázkodni lehet. Izsák azt tette, azt gondoltam, de talán meg kell halnom miattá. Nem kellett meghaljon Izsák Rebekáért. De az igazi szeretetet akkor mutatta volna meg, ha kész lett volna. Az Új Szövetségben így olvassuk, ti férfiak, úgy szeressétek a ti feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, aki meghalt érte, hogy megtisztítsa azt. Izsák nem volt erre kész. Sokat jelentett neki a Rebeka szép ábrázata, szép alakja, de még a szívében nem volt az az isteni szeretet, amit kér Krisztus által Isten a férjektől. És hadd legyen az az imánk ma, Uram, komolyan akarom venni a te ígédet. Azzal nem érünk sokat, hogy elmarasztaljuk Izsákot. Nem az a mi ma esti feladatunk, hogy elmarasztaljuk, hanem az, hogy tanulván belőle közeledjünk az Úrhoz. És végül hadd szóljak arról, hogy minden képmutatásával, hazugságával, szeretet hiányával Isten nagyon szerette Izsákot. És megőrizte. Isten az ő szavához hű maradt,
És amit olvasunk a Páli levélben, ha mi hűtelenek is vagyunk, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja, azt bizonyítja ez az ige is. Amikor Isten azt mondta Izsáknak, hogy maradj ezen a földön, és én veled leszek, és megőrizlek téged. Megtette. Mindazok ellenére, hogy hogyan viselkedett Izsák. Ő hű maradt. Ő önmagát meg nem tagadta. Valóságosan szerette Izsákot, és védelmezte, megtartója volt, és kegyelemmel fordult hozzá. Dicsőség a mi Urunknak, aki az ő szeretetét irányunkban, az ő fián keresztül mutatta meg, és hűségét, amely az egekig ér, felém is feléd naponta bizonyítja. Eljött az idő, amikor Izsáknak is el kellett mondani az igazságot. Hadd legyen mindig az a pillanat az életünkben, amikor az igazat mondjuk el. Az, amikor Isten szavára ráállunk hittel, amikor valóságosan elfogadjuk az Úr akaratát, hiszem, vallom, cselekszem és mondom. És Isten hűsége, kegyelme, szeretete megőriz bennünket. Ábrahám, Izsák, és majd jött Jákobnak, a csalónak éppen az első feleségével való megcsalattatása. Ismétlődik a történet. És kedves testvéreim, tanuljunk belőle. Ne azt tanuljuk meg, hogy még mindig nem tanultunk a történelemből, az életünk folyásából, hanem legyen nyilvánvaló, köszönöm Uram, hogy bölcsé teszel, hogy emlékeztetsz arra, hogy miként tartottál meg, és tégy a te kegyelmedből olyan szülővé, olyan nagyszülővé, amely igazan, szentül, világosan adja át a következő nemzedéknek azt, hogy milyen hatalmasan munkálkozz te, milyen igaz Úr vagy te, és milyen szeretettel és kegyelemmel fordulsz mindazokhoz, akik teljes hittel bíznak benned. Isten emberei legyünk a családban is, és a kegyelem hadd terjedjen rajtunk keresztül is, nemzedékről nemzedékre. Amen.
Amen. Akármit ad az Isten. Amen. A legszebb szó az ember ajkán mindig amen. Ezt dadogtam, mikor elindult a háborgó vizeken sajkám. Tudtam, hogy nem lesz tengeri útam símább, mint a másé. Tudtam, hogy nem lesz világosságom a világon, csak egy-egy villámvillanásé. De tudtam azt, hogy kezem az ő kezébe tettem, és ha erős jobb kezét el nem engedem, bizonnyal biztos célhoz érkezem. Hogy mi jobb, ő tudja jobban. Én csöppeszemmel nem vitázok. Amment susogva, vészha robban, tűzha lobban, biztonságban tart amen fohászom. Köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvű műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Találkozzunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.